Az idősek világnapja alkalmából köszöntötték a szépkorúakat a Kabos Endre városi sportcsarnokban. Az október 8-án megtartott Kárpát-medencei nyugdíjas találkozóra a helyiek mellett a megye számos településéről, valamint a határon túlról is érkeztek vendégek városunkba. Debrecenben szoktuk tartani, és tulajdonképpen most ez egy változás, hogy vidéken tartjuk, és akkor a megyei önkormányzat lépett közbe, ők támogatták, és ők beszéltek a polgármester úrral, felvállalta, és mi boldogan jöttünk ide. Milyen szempontokból van fontos jelentősége ennek a mai alkalomnak? Hát a legfontosabb az, hogy nyugdíjasok vagyunk, és mindig társaságban éltünk a közösségben, kiskorunkban, vagy iskoláskorunkban, vagy később munkahelyeken. Igényeljük ezt a társaságot, a találkozást, élményeket hozunk és tanulunk egymástól, és hogyan töltsük el a szabadidőnket, mivel foglalkozunk, és én úgy gondolom, erre van szükségünk. És az év hátralévő részében milyen rendezvények várnak még a szépkorúakra? Jövő héten, kedden, szerdán, csütörtökön már egy háromnapos klubvezetőim vagyunk Hajnónánáson. Ott megbeszéljük ügyes-bajos dolgainkat, elemezzük, hogy mi az, amit jól csinálunk, és milyen hibáink vannak, és azokat próbáljuk kijavítani. Általában 35-40-es szoktunk ezen részt venni, nagy szeretettel várnak bennünket. Utána pedig a hétvégén lesz Sárándor dalokszárnyán találkozó, még lesz csigacsináló Mike Pircsen. Mennyire aktív klubtagokról beszélünk? Nagyon aktívak, nagyon aranyosak, és én úgy gondolom, hogy erre van szükség, de én mindig biztatom is őket, hogy nem kell eljönni, például valaki egyedül él, nem kell eljönni mellette, be kell csengetni, akár a bérházba, akár kertesházba lakik, hívni kell, hogy jöjjön közénk, legyen a társaságunkba, és hát, ha is kedvet kap valamilyen foglalkozáshoz. Szoktak kártyázni, kézimunkázni, bowlingozni is járnak az idősek, és én úgy gondolom, hogy ezeket kitaláljuk, ők is meg tudják csinálni, és szívesen jönnek egy-egy ilyen társaság. Muraközi István köszöntőjében elsőként arról szólt, mi minden társadalom és település alapja. Minden nemzedék önmagát becsülő meg azáltal, hogy elfogadja, nem vele kezdődött a világ. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt gondolom, hogy minden település és minden társadalomnak az alapja az, hogy van múltunk, van jelenünk és van jövőnk. Azzal, hogy egy társadalom elfogadja, hogy nem vele kezdődött a világ, elfogadja, hogy őt is édesanyja szülte, őt is óvonők, bölcsődajkák, pedagógusok nevelték, formálták, és ezt azt gondolom, hogy tiszteletben kell tartani. Ma mi sem lehetnénk itt, ha az önök munkájának az évtizedei nem lettek volna az előttünk levő korokban. Hisz ebben a sportcsarnokban sem gyűlhetünk volna össze. Mi nem állhatnánk itt önök előtt, hogyha nem köszönhetném meg, és nem köszönhetnénk meg minden nap azoknak a pedagógusoknak a áldozatos munkáját, akik terelgettek minket és oktatgattak minket, és minden nemzedéknek kötelessége, hogy ezt időről időre megköszönje. Mondhatnánk azt, hogy most már van idősek napja. Igen, karácsony is van. Szoktuk mondani, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. De a fene megette, hogyha csak karácsonykor szeretjük egymást, és karácsonykor fordulunk szeretettel családtagjaink irányába. Ugyanezt mondhatjuk az idősek napja alkalmából is. Muraközi István hozzátette, a legfontosabb, hogy az év minden napján forduljunk egymáshoz szeretettel és tisztelettel. A városvezető arról is beszélt, a közösen eltöltött idő, amit a koronavírus járvány miatt annyira hiányoltak, egy megbonthatatlan köteléket jelez a fiatalabb és a régebb óta fiatal korosztályok között. Én magam is nagyon jól és szívesen emlékszem vissza azokra az ölelésekre, azokra a simogatásokra, amelyet a nagyszülőktől kaptunk. Szerintem mindenkinek a orrába van annak a szalagos fánknak, annak a csőrögének, vagy annak a gőzölgő húslevesnek az illata, amit nagymama készített, vagy annak a rántott húsnak az illata, és azok a mesék, amik esetleg elalváskor ők mondtak el, annak egészen különleges hangulata volt. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ez a kapocs legyen meg korosztályok között. Az idősek napja a szépkorúakról, az ő tiszteletükről, szeretetükről szól. Ezekkel a szavakkal kezdte gondolatait Vitányi István. Tiszteletünk magában foglalja az elfogadásukat, szeretetüket és annak kifejezését. Kinyilvánítjuk, hogy szükség van rájuk.
Szükség van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a bölcsességre, türelemre, elfogadásra, amivel csak ők rendelkeznek. Azt a generációt köszöntjük most, amely a második világégést követően tevékeny részt vállalt az ország és a nemzet újjáépítésében, nehézségekkel, küzdelmekkel és történelmi megpróbáltatásokkal teli időszak volt ez, amely megviselt embert, családot, társadalmat egyaránt. Önök túlélték a világháborút követő zavaros időket, a Rákosi rendszer megpróbáltatásait, majd a konszolidáció és a rendszerváltás időszakát. A megyében és a választókörzetemhez tartozó összes településen a nyugdíjas korosztály aktív részét képezi a helyi társadalmaknak, kulturális és települési rendezvények állandó résztvevői. A nyugdíjba vonulás nem visszavonulás valamitől, hanem visszavonulás valamihez, legtöbb esetben a családhoz, az unokához és a helyi közösséghez való aktív visszatérést jelent, valamint olyan időtöltést, amelyben az egyén újra kibontakozhat. Tisztelt szépkorúak, ahogy egy film címe mondja, a postás kétszer csenget, de most novemberben nem kétszer, hanem háromszor csenget, hiszen három a magyar igazság. Hozza a nyugdíjat, a 80 000 forintos nyugdíjprémiumot, és kapják az infláció miatti kiegészítést. Az időpont azért is különleges, hiszen így karácsony ünnepek előtt a család, az unokák és dédunokák megajándékozásában is nagy segítséget jelent ez. Az országgyűlési képviselő örömmel számol be továbbá arról, hogy az idősek 2022. februárjában egy teljes havi nyugdíjat kapnak vissza, amennyiben a gazdaság teljesítménye a terveknek megfelelően alakul. Az ünnepi alkalmon köszöntötték az 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő egyesületi párokat. Ennek kapcsán Bulcsú László elmondta, azt a természeti és társadalmi törvényt nem lehet felülírni, hogy a család alapja a civilizált házasság. Ebből kerekedik, születik minden, és így van ez jól. A kitartó, hosszú házasság mindenki előtt példa lehet, véli a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés alelnöke. Molnár Ferencné úgy fogalmazott, a házassági évfordulót minden esztendőben méltó módon illik megünnepelni. A Hajdú-Bihar megye és Debrecen nyugdíjas szervezeteinek szövetsége elnöke szerint a legcsodálatosabb érzés két ember számára az, hogy házassági kötelékük egy életre szól. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósult találkozón 260, valamint 750 éves házassági évfordulót ünneplő pár vehetett át ajándékcsomagot és emléklapot Bulcsú Lászlótól, illetve Molnár Ferencnétől. A programot nyugdíjas egyesületek kultúrműsora színesítette, míg a napot Subec Tamás és az Abraka Zabra zenekar koncertje tette teljessé, akik Demjén Ferenc Best of slágereivel örvendeztették meg a szépkorúakat.